No hát akkor a C csoportból már egy meccset láttunk, egy izgalmas mérkőzésen Jim Williams legyőzte James Wade-et 5-4-re, és most jön Rob Cross, illetve Boris Kröcsmár, tehát az angolok korábbi világbajnoka és a horvátok üdvöskéje. Igen, és ő fogja kezdeni a mérkőzést, azt látjuk, és nagyon fontos, hogy ez lesz a negyedik hivatalos mérkőzésük egymás ellen, és ebből mind a ugye három mérkőzésből ugye hármat tudott nyerni Rob Cross. Kíváncsi vagyok, megtörik-e a jég, viszont azt azért kell tudni, hogy Rob Cross nyerte az Európa bajnokságot, méghozzá Michael van Gerwent verte a döntőben, ugye az még október közepén volt, úgyhogy egész jó formába kezd lenni. Én szerintem a világbajnokságnak egy meglepetése lehet. Ugye ne felejtsük azt, hogy azért már világ... És valami van a fején ragasztó, nézd meg. Lehet, hogy beverte. De nézd. Igen, és közben... kialakult a legjobb négy a kelet-európai világbajnoki selejtezőben. Egy magyar tudott bennmaradni a legjobb négybe, Kovács Patrik. Sajnos Székely Pali most kapott ki 6-4 arányban Karel Sedlacektől, és Szabados Attila pedig Krisztof Csuktól 6-1 arányban. Hát azért ez nem rossz eredmény, úgyhogy gratulálunk a fiúknak. Patrik meg még mérkőzésben van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is bekerül-e oda a döntőbe, hogy megmérkőzzön arra ennek a tornának a döntőjébe. Ott ugye pont ez az úriember, aki itt látunk, azt tudta megállítani. Ugye tavaly Boris Kröcsmár nyerte ezt a 140 selejtező tornát. Eddig jó játszik Rob Cross és Kröcsmár is, mondjuk abban a pillanatban dob egy ötöst. 45. Nem kellett volna. Abban a pillanatban, hogy megdicsértem őket, egyből jött egy ötös. 58. Én most nézem a legjobb négyet, Román Beleckivel fog játszani Kovács Patrik, azzal a Román Beleckivel, akit ugye Katona Bence az U23-as döntőben, világbajnoki selejtezőben ugye meg tudott verni 4-2 arányban. Reménykedjünk benne, hogy sikerül Patriknak is. És Kalel Sedlacek, Krisztof Csuk lesz a másik elődöntő. Na, és akkor most már egy kicsit figyeljünk a itteni meccsekre. Mondszon 2, 74-en maradt Kröcsmárnak. Nem jött a kiszálló. Igen, gyönyörűen. A szép. 140. Száznyolcvan!
141-180-as válasz kezdésként. 80-as. Nem. Ez volt a mérkőzés. Ötig mentünk eddig? Öt volt a gonosz, igen. Negyedik marad. Csak egy 60-as dob. És tripla Kocsmárnak. Aztán nem tud nagy előnyt kovácsolni magának. Száznegyvennel, 141-re megy le. Lobcross kiszállón van három kör után. 100-as. Ma. 117 volt a dobás, 24 a maradék, ugye 78-a dobta gyönyörűen. 55. Robbie Gaunt 24. Szép. Gyönyörű, igen. 13 nyilas leg, azért az egy nagyon erős játék. 100,2-es átlagon van jelen pillanatban Robcross. 100-as kezdés Boristól. Igen, nem nagyon foglalkozik. 134. Boris Klitsch már nem nagyon foglalkozik ezzel a Covid veszély ide, Covid veszély oda. 140. Majd érdemes nézni, mert hátul szétnyálazza a kezét. Darab 1, 2, mind a kettőt megnyálazta, aztán letörölt a nadrágával. Nem igazából augusztusos ez. 99. Amit látom most is, ugye betekerhető hegyű nyíllal dob, ő a soft nyilával dob, Boris Kricsmár. 125, 143-re megy kiszállóra, Cross. Nagyon jó az első nyíl Kricsmártól. Nézzük a harmadik nyilat, 140-nel lekerekít 40-re, ez gyönyörű volt. Ebből nem lesz kiszálló. 35 pont eddig a dobás, 55-ös marad a 88. Á, és kimarad. Ezek azért, ez igen, ez főleg egy Robcross ellen. Tizennyolcas, vagy tripla 18. És a Bull. Ó, 17-es marad a 33. Dupla 5. Ó, jó, itt nagyon jó. Áj, ez most nagyon nagy hiba. 6 pontot dob. De a második nyila, ami belement simán az ötösbe, az megpecsételheti a sorsát már most. Dupla 8. Ha megdobja, megoldja. 18 nyilas leggel. 3-0-ra vezet. És esetlegesen... Ha ez 5-0 lesz, akkor valószínűleg a továbbjutás a 180 is elbúcsúzhat a horvát. Százas. Száznegyven a 180-ra. Nagyon erős játék most Robcrosstól. 123 fölötti első 9 nyíl. És 101,28-as átlag.
Ó, de szép tripla. 58 maradt a sima 13-assal. Lehet 11 nyilas is Krosztól. Dupla 10-es. Nem jön. De még mindig biztosan van 3 nyila. 12 nyilas lehetett volna. 125. Romeo Guan 20. Gyönyörűen megoldja Cross. Százhuszonhármas kezdésre jön a válasz. 140. Kemény meccset játszik a két játékos, és most kezd Krcsmár ébredni. 140. Megtalálta a tempóját is. Látszanak az átlagok. Tripla. Ki kell állnia sajnos, vagy 14-esre kell dobnia. Ládas. Ös. 180, így aztán nem nagyon tud lejjebb menni. 138. Jó a tripla. Második is lehetett volna, csak a búra dob. Így ez viszont csak tripla 1-es, ez is kicsit furcsája, 85 marad. Igen, 138-ra kellett volna a tripla, ebből így nem lesz kiszálló. Viszont egy 18-assal 40-re letelti magát. Ez meg is megint csinálja, és 85. Ha megoldja, akkor 5-0-val befejezheti a meccset. Tripla, így marad a bull. 50 pontja van. Nagyon közel volt hozzá. Kicsi bullet belőle, itt szépíthet Krcsmár egy dupla 20-szal. Dupla 10-et kell dobnia, de nem dobja be, hát azért így nehéz lesz leget nyerni. Nem csak most, hanem a folytatásban is. Megoldotta közben, megnézte. Ez érdekes volt, igen. Ez egy könnyed 5-0 volt. 96-35-ös átlaggal a 87-27 ellenében. Hát ennél sokkal, de sokkal jobb meccset vártunk. Nem találta úgy most magát Boris Krcsmár. A következő meccsünk a Johnny Clayton, Rusty Jake Rodriguez lesz a kisebbik. Rodriguez összecsaphat az egyik legjobb formában lévő Velszivel. Lassan a reklám után folytatjuk.